Szegő Jánost, a Magvető kiadó szerkesztőjét, általa szerkesztett összeállított Szép versek című kötet kapcsán az előbb sok mindenről kérdeztem a színpadon, most jöttünk le, és nagyon fontos dolgokat mondtál. Hú, hát először is köszöntöttelek téged, és most is köszöntök minden kedves Litera olvasó nézőt. Szerintem azt a fontos dolgot mondtam, hogy amikor válogattam az antológiába, törekedtem arra, hogy ne csak a fiatalokat fedezzem fel, hanem megpróbáljak olyan költőket is reaktiválni, akik az elmúlt években nem voltak annyira az előtérbe. Ennek például olyan oka is volt, hogy mondjuk más műfajban alkottak. Lehetett ez a román parlamenti politika, mint Markó Béla esetében, vagy lehetett a nagy regény, mint Oravec Imrénél. Őket újra tudtam köszönteni költőként. Ez nagyon öröm volt, és persze tényleg tucatnyi olyan fiatal a tehetség van, aki most bontogatja szárnyait a Parnasszus hegyén. Másik fontos dolog, amit mondtam, azt hiszem a folyarat kultúrára vonatkozott, a Magyarország, illetve magyar nyelvű határon túli lapok heroikus küzdelmére, ugyanis ezek a szerkesztőségek, szerkesztők, esztétikai iskolák, napszámosok, nemzetnapszámosok nem lennének, akik nem válogatnának, nem szűrnének, nem gondoznának, plántálnának tehetségeket, akkor nem lenne miről beszélni, nem tudnék miből válogatni, nem lenne anyag, úgyhogy ezáltal is szeretném ezt nekik megköszönni. Abba a dilemmába ütköztem a válogatás kezdet, hogy mit csináljak te jó, én kevés költőtől több verset, vagy több költőtől kevesebbet, és én azt a utat választottam, amire most már büszke vagyok, hogy minél több költőtől inkább kicsit kevesebb verset, de ha még volt ennyi finom hangolás, akkor arra is törekedtem, hogy ha egy költőtől van 4-5 vers, akkor mondjuk az ne egy síkú vagy egy hangnemű legyen, hanem még azon belül is kis apró rezonanciák fölbukkanjanak, tehát a műhelynek minél több szegletét be tudjuk járni.